és tudod a végét. Ez az a film, ahol elsétál a lány. A legkisebbeket is megmozgatta Nientán Hien zenéje az énekesnő augusztus 20-i nagyatádi fellépésén. A rajongók még a színpadra is felkapaszkodtak, hogy kedvencükkel együtt táncolhassanak, énekelhessenek. Hien 2 évvel ezelőtt az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorában tűnt fel, amely az igazi áttörést hozta el számára. Ekkor ugyanis nem csak a közönség, hanem a szakma képviselői is felfigyeltek a lány adottságaira. Azóta megjelent első önálló lemeze A játék az egész. A továbbiakban az éneklés és a zenélés mellett a tanulás, az érettségi jelent majd kihívást számára. Hien zongorázni és hegedülni már gyerekként megtanult. A zene szeretetben nagyon-nagyon régóta jelen volt az életemben, mert már 3 éves koromban is imádtam énekelni, csak sohasem tanultam. És eljött a Megasztár, ami egy nagyon nagy lépcsőfok volt számomra, és hát onnantól csinálom azt, amit tényleg szeretek. Novemberben jelent meg még annó a lemezem. Többek között Nagy Lacival, aki a Megasztárban is feltűnt, vele dolgoztam együtt Romhányi Áronnal, Mester Tamással. És mivel első lemez, ezért még mondhatni azt, hogy persze egy csomót fejlődt. Hetek is csomót kell fejlődnöm, de büszke vagyok rá. A Megasztár óta járok rendszeresen énektanárhoz. Csík Sanyihoz járok, aki még annó a Megasztárban az énektanárunk volt, és vele egy nagyon szoros kapcsolatot alakítottunk, és azóta is ő egyengeti az utamat. Szükség van arra szerintem, hogy mondjuk ennyi idősen képezzük a hangunkat. Most majd szerintem elkezdek önállóan dalokat írogatni, ez nagyon hasznos, mert úgy tudok igazán önmagam lenni a dalokban, mert ugye én írom. Szeptemberben megint elkezdek zongorázni, csak mondjuk jazz zongorázni, ami nagyon hasznos lehet, úgyhogy megpróbálom, mert még soha életemben nem írtam számot, és szerintem már itt van az ideje. Most ilyen úgymond kicsi stabilabb célom az az orvosi életem, mert vagy fogorvos, vagy gyógyszerész szeretnék lenni. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó, hogyha van valami biztos háttér az életben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Hien az éneklést elhanyagolná. Ez a tevékenység számára ugyanolyan fontos, mint a tanulmányai. A közeljövőben is gyakran láthatják őt a rajongók a színpadon. Az énekesnőre továbbra is koncertek sora vár.